A mai előadásnak, mint látszik, az a címe, hogy a távtanítás módszertana a digitális munkarendben. És először azt szeretném elmondani, hogy ezt ketten tartjuk Jánosi Zsolt kollégámmal, aki egyrészt a DPMK Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, mint jó magam, de egyben a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanára is. Ezért is fontos, hogy együtt fogunk előadni, és a tapasztalatokról is be fog Zsolt számolni. Tehát minden esetben, amikor részemről elhangzik néhány gondolat, mindig a gyakorlati oldalt is igyekszünk megvilágítani. Először a címben levő távtanítás szót szeretném kicsit indokolni. Sokszor látjuk azt leírva, hogy távoktatás. Azért választottuk ezt a szót, mert a távoktatásnak van már egy jól körülhatárolt jelentése a szakirodalomban, és itt inkább távtanítás vagy otthoni tanulás zajlik, ezért tulajdonképpen ezt a címet választottuk. No, hát mielőtt hozzáfognánk az egész témakörhöz, szeretném hangsúlyozni, hogy itt nagyon gyorsan kell áttérni valami olyan módszertanra, amely korábban, hogy mondjam, ritkábban volt jelen az iskolák és a kollégák, pedagógusok életében. És először is tisztázzuk azt, hogy ez az átállás, ez nem lehet egyik napról a másikra. Tehát adjunk magunknak időt, adjunk a diákoknak és a szülőknek is időt. Ezt meg fogjuk tanulni, szép lassan beáll majd egy olyan pályára ez a digitális munkarend, ami, hogy mondjam, sok értéket is tartogat. A digitális pedagógia szó esetében, ahogyan a képen is látszik, a pedagógia szóra helyezzük a hangsúlyt. Tehát akármilyen eszközökkel is dolgozunk, de igazából nem az eszközök alapján működik, nem az eszközök irányítanak minket, nem az eszközök a céljaink, hanem a hangsúly mindig a pedagógián van. Tehát az eszköz nem oldja meg helyettünk a problémákat, nem találja ki a megfelelő pedagógiai módszereket, módszertanilag nem teszi rendbe a foglalkozásokat. Tehát amikor digitális pedagógiáról beszélünk, mindig a pedagógiára helyezzük a hangsúlyt. Nézzük akkor, hogy milyen témakörökben érdemes gondolkodni, vagy melyek azok a problémakörök, amelyek itt a tanárok és az iskolák számára fontosakká váltak. Az első kérdés az, hogy milyen környezetben érdemes dolgozni. Most itt igazából több lehetséges megoldás is van, és az egyszerűtől a bonyolultig nagyon sokféle megoldás lehet. Az is lehet, hogy az iskola különböző eszközök együttes használatával éri el a céljait, és az is lehet, hogy az iskola úgy dönt, hogy előbb vagy utóbb egy komplexebb megoldásra, egy úgynevezett tanulástámogató rendszerre, vagy más néven virtuális osztályterem használatára áll át. Ennek vannak komoly előnyei, természetesen. A komoly előnyek közé tartozik, hogy ebben a rendszerben zárt körűen dolgoznak a gyerekek a tanárokkal, egy ilyen rendszerben a tananyag megosztás lehetővé válik az, hogy a tanárok különböző feladatokat adjanak a diákoknak, értékelést segítik ezek a rendszerek,
lehetővé válik az, hogy nyomon kövessük, hogy a tanulás hogyan halad, tehát egy tanulás követő rendszerről van szó. Számos rendszerben adminisztrálni is lehet a jelenlétet, valamint kommunikációra is lehetőségünk van. Több rendszer biztosítja azt is, hogy a szülők számára is ad hozzáférést, és ami nagyon fontos ebben a helyzetben az az, hogy a gyerekek, diákok és a tanárok közötti együttműködés is megvalósuljon. A leggyakrabban használt rendszereknek a logói láthatók ott a körben. Ugye a két legelterjedtebb rendszer a Microsoft Teams és a Google Tanterem, de Magyarországon használják az Edmodo-t, a Hashtag School-t, vagy a NeoElement-t, vagy akár a Canvas, vagy Moodle e-learning rendszereket is, de akár még a ClassDojo-t is, hogyha kicsikkel dolgozik az ember. Az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nekünk nincs ilyen rendszerünk a kezdet-kezdetén. Azt gondoljuk, hogy így is lehet dolgozni, enélkül is lehet dolgozni, de hosszabb távon azonban érdemes megfontolni, és ajánlott egy ilyen rendszernek a kiépítése. Minél komplexebb a rendszer, annál több feladat kapcsolódik hozzá. Tehát amikor választunk, akkor a szempontok között érdemes figyelembe venni, hogy milyen iskoláról van szó, milyen korosztályról van szó, hány évesek azok a gyerekek, akik oda járnak. Van-e az iskolában rendszergazda, akire rábízható egy ilyen rendszernek az adminisztrációja? Tudom, hogy ez furcsán hangzik, hogy ez kérdés, de igen, ez kérdés. Megvan-e a megfelelő infrastruktúra hozzá, és a pedagógusok eddigi ismeretei, digitális írástudása és a hozzáállása mi az, amit megenged. Tehát, hogyha komplexebb rendszerekbe gondolkodunk, akkor a két nagy, a Teams és a Google Classroom szokott szóba jönni, és a többiek kicsi egyszerűbben elindíthatók, illetve vannak, amelyek esetleg saját szervert igényelnek, az megint egy másik irány. Most, hogyha ezzel kapcsolatban valakinek szüksége van további tájékozódásra, akkor a lap alján látható a YouTube csatornánk, ahol elérhetők ezzel kapcsolatban már előadások, szinte mindegyikről, amelyikről meg nincs, azokról vagy elérhetők jó anyagok, vagy pedig hamarosan elérhető lesz nálunk is kezdőknek szóló ismertető. Nagyon fontos, hogy ne sietessük a változást, inkább megfontoltan haladjunk, valószínűleg nem egy hétre előre tervezünk, és a hirtelen döntések vagy a gyors megoldások nem mindig hatásosak hosszú távon. Azt lehet mondani, hogy a járvány elmegy, de a digitális pedagógia megmarad. És az, hogy az milyen lesz, milyen digitális pedagógiai kultúrát teremtünk az iskolában, annak most tesszük le az alapjait. Nagyon lényeges továbbá az is, hogy az iskolában ne többféle rendszert használjanak a kollégák, legyünk tekintettel a családokra, legyünk tekintettel a gyerekekre, ne árasszuk őket el ezerféle eszközzel, célszerű azonos rendszert használni intézményen belül. Erről kollégám fog még részletesen is beszélni. Sok jó megoldás van, nagyon sok eszközből állítható össze az a kisebb
világos csomag, amivel el lehet indulni, és amivel lehet dolgozni. Ezek között a Facebook az utolsó tulajdonképpen. Lehetséges olyan helyzet, hogy már nincs más megoldás, de a Facebook az utolsó lehetőségünk legyen, a Facebook nem erre való. Itt szeretném elmondani, hogy nagyon sok jó szándékú ember segít a Facebookon a tanároknak mostanában. Mi azt mondjuk, hogy érdemes mindig inkább szakemberhez fordulni és tájékozódni, mert a nagy információs kavalkádban nehéz eligazodni, nem is biztos, hogy a kapott tanácsok mindig a legjobbak, még ha azok a legjobb szándékkal is érkeznek. És akkor átadom a szót kollégámnak, hogy ugyanezt a tanulás támogató rendszer témakört nézzük meg az ő tapasztalataik oldaláról. Köszönöm szépen, Attila, és akkor arra kérnélek, hogy a diát ugrasd. Köszönöm szépen, már látható is az a diát, amit én készítettem. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is még egyszer mindenkit itt ma este, és hagyj kezdjem azzal, hogy nem a véletlen műve lesz az, hogyha az Attila által mutatott dián, illetve Attila által elmondott dolgok, és az én diáim, illetve az én általam elmondott dolgok között azért lesz átfedés, lesz a két halmaznak metszete. Tehát tanulás támogató rendszer, ahogy mi éltük meg, ahogy mi tapasztaltuk meg. El kell, hogy ismerjem, hogy nálunk Gödöllőn a Török Ignác gimnáziumban már korábban megindult ilyen irányú munka, akkor nem sejtettük még, hogy mennyire hasznos lesz az előkészítő munka, amit tulajdonképpen ennek a tanévnek a szeptemberében kezdtünk el. Egy négy tagú csapat, nagyon lelkes csapat kezdte szervezni a dolgokat, és próbálták meg azt, hát első körben kitalálni, aztán pedig bevezetni, illetve a kollégákat meggyőzni, támogató jelleggel képzéseket szervezni, abba az irányba, hogy hogyan lehetne a gimnáziumban az oktatást a digitalizáció irányába egy kicsit elvinni. Elég hamar megszületett az a döntés, miután kipróbáltunk jó néhány tanulástámogató rendszert, hogy mi az Office 365 mellett foglalunk állást. Hát én egyetértek Attilával teljes egészében abban, hogy számos rendszer áll rendelkezésünkre, és nyilvánvalóan mindenki azt választja, ami számára a legszimpatikusabb, leginkább megfelel az ő igényeinek. Mi megmondom őszintén, azt kerestük benne, hogy azt kerestük egy ilyen tanulástámogató rendszerben, hogy komplex, integrált rendszer legyen, számos szolgáltatással, és több szinten próbálja meg kiszolgálni a pedagógusok, illetve a gyerekek igényeit. A többszinti kiszolgáláson én azt értem, hogy belépő szinten is már nyújtson a pedagógusnak olyan, mondom így, sikerélményt, hogy ő hasznosan tudja használni a rendszert, illetve a gyerekek számára, és a gyerekeknek is a digitális kompetencia azért elég nagyot szór, hogyha arról van szó, hogy feladatot kell megoldani mondjuk valamilyen online környezetben, az ő számukra is lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon tudjanak feladatokra válaszolni. Szerencsénk volt abból a szempontból, hogy elég korán elindítottuk ezt a dolgot, köszönet itt a négy kollégának, illetve a rendszergazdánknak, akik együttes munkával viszonylag hamar felajtották a rendszert, és itt tulajdonképpen az oktatási krízis helyzet előtt már egy kész rendszerünk volt, és igazából az utolsó tanítási héten, hét közepén összehívott rendkívüli nagyon testületi értekezleten már csak arra kellett biztatni a kollégákat, hogy győződjenek meg arról, hogy minden diák benne van a rendszerben, és szervezzék meg, alakítsák ki a tanuló csoportokat ahhoz, hogy el tudjon indulni a munka. És így hétfőtől azt lehet mondani, hogy már kész csoportokkal el tudott indulni a munka, és itt szintén szeretnék csatlakozni Attilához abban, hogy természetesen ez a munka, ez úgy képzelhető el, úgy képzelendő el, hogy mindenki a maga szintjén. Tehát ki milyen szinten állt kollega is, és tanuló digitális kompetenciát tekintve,
olyan módon próbált meg feladatokat gyártani, és olyan módon próbál meg feladatokat beadni. És igen, ez a türelem hete volt az első hét, és azt gondolom, hogy még a második hét is a türelem hete, és türelemmel kell viseltetni egymás iránt, hiszen nem vagyunk egyformák, nem vagyunk egyformán felkészülve arra a feladatra, ami most ránk várt. Az iskola vezetés is nagyon pozitívan állt a digitális átalakuláshoz, ugye amikor, főleg ez, amikor ez a rapid része indult be a múlt hét elején. Nekünk hétfőn volt egy hosszú nevelőtestületi értekezlet, de már a diákoknak itt is mondtuk, hogy készüljenek a digitális átállásra, mondtuk, hogy jelesítsék az eszközeiket, és tulajdonképpen egyfajta tananyag ismétléssel pedig felkészületnek arra, hogy fel tudják tenni a vonalat. Nekünk nagy szerencsénk volt, mert Majsai László pszichopedagógus kollégánk készen állt arra, hogy mind a tantestületnek, mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek tudjon egy kis lelki útravalót szolgáltatni. A kollégák megkapták ezt azon a bizonyos nevelési értekezleten hétfőn, az iskolánk honlapján pedig meghallgatható, megnézhető a szülőknek, illetve a gyerekeknek szánt videós üzenete, amelyben tulajdonképpen erre a mindenki számára speciális új feltételrendszerre, új környezetre próbál meg útravalót szolgáltatni. És azt gondolom, hogy ezt nagyon jól fogadták a szülők és a gyerekek is. Meg fogom osztani itt a chatvonalon a honlapunk címét, ahol meg lehet nézni azt, hogy mind igazgatói oldalról, mind pedig ez a videós megosztással hogyan próbáltuk meg a szülőket, illetve a gyerekeket tájékoztatni a rájuk váró, ránk váró feladatokról. Na most, hogyha megyünk tovább ott a diámon, akkor két pont is foglalkozik a kommunikáció fontosságával. Az elsőről már beszéltem, a tájékoztatásról. A második része pedig a folyamatos kommunikációra utaló üzenet lenne, amely nem kerülhető el, nem kerülhető meg, és egy nagyon fontos, mondhatni, hát mindent eldöntő eleme annak, hogy sikeresen tudjuk-e támogatni a gyerekek tanulását. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani üzenetek formájában, legyen ez a mi esetünkben a Teams üzenetei, vagy chat ablakon keresztül üzenetfalon történő üzenetek, e-mailek, és természetesen az iskolai weboldalról már beszéltem. De ez a kommunikáció nem korlátozódik tanár és tanuló viszonyára, hanem ugyanígy folyamatos kommunikációra van szükség tanár és tanár viszonylatában, hiszen számtalanszor fordul elő, hogy egymástól kérdezünk, egymástól tanulunk, és ennek a módja jelen körülmények között megint csak valamiféle elektronikus kommunikáció vagy telefon, és hasonló módon sokszor fordulnak szülők hozzánk, akár technikai jellegű problémával, akár egyéb visszajelzéssel a új környezetben kialakult oktatással, tanítással kapcsolatban. Külön figyelmet kell fordítanunk a tanulóink online térben történő napi ténykedésére. Ugye ennek nyilván megvannak a maga veszélyei, gondolok itt adatvédelemre, internetbiztonságra, az internet használatára, és nem tagadom, hogy időként a fegyelmezésre is, de főleg a fiatal korosztályban azért elég nehéz rávenni a gyerekeket arra, hogy éppen azt csinálják, amit kell, hogyha esetleg valamiféle ilyen online foglalkozás keretében zajlik a tanítás. Ezügyben is igazgató úr levelében lehet olvasni tájékoztatósorokat, illetve folyamatosan próbálunk ezügyben tájékoztatást nyújtani mind a tanulóknak, mind a szülőknek. Nálunk van 8 osztályos képzés, tehát tulajdonképpen már az 5. korosztály is ott van benne nálunk. Nyilvánvalóan ők talán még inkább ki vannak téve ezeknek a veszélyeknek, ezeknek a problémáknak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezen a téren nincsen további teendünk. Ezen is dolgozunk, és természetesen próbáljuk magát a rendszert úgy beüzemelni, úgy belakni, hogy ez mindenki számára a lehető legkomfortosabb legyen, és hát nem tagadom, a lehető leghatékonyabb tanulási szintéré tudjon válni a gimnáziumban. Attila, visszaadnám akkor a szót neked.
A következőnkben egy kicsit arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan történik a tanítás ezen távtanítási körülmények között. Tehát először is eljutottunk oda, hogy a digitális tanteremnek most már nem csak, hogy nincsen fala, hanem csupa ablaka van. Az a munka, amit a tanárok a diákokkal együtt végeznek, az látható mindenki számára, legalábbis családon belül biztosan. Tehát a szülők is látják, hogy hogyan zajlik a munka. Ez eddig ugye az iskolai oktatás esetében nem így volt. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan újdonság, amivel meg kell barátkozni, vagy hozzá kell szokni ahhoz, hogy a tanár szavai azok egy kicsit szélesebb közönséghez is eljuthatnak akár. Ez egy fontos változás. A másik változás az, hogy tulajdonképpen nem érdemes úgy tervezni a munkát, hogy mindazt, amit az iskolában eddig csináltunk, azt most tegyük át digitális pályára, és akkor ugyanúgy folytatjuk a tevékenységet, mint eddig tettük. Ezt fogalmaztam úgy, hogy analóg fából nem lehet digitális vaskarikát készíteni, egészen egyszerűen egy másik környezetben vagyunk, más eszközrendszerrel, más fizikai környezet is van, hiszen a gyerekek nincsenek velünk egy légtérben, bármikor elmozdulhatnak, bármikor akár ki is kapcsolhatják a közvetítést, tehát sok olyasmi előfordulhat, vagy létezhet, mint ami mondjuk egy tanteremben nem képzelhető el. Nézzük sorba. Az egyik a tanári előadás kérdésköre, hogy hogyan érdemes ebben gondolkodni. Ugye nagyon, hát először is mielőtt ezt elkezdeném, mondanám, hogy most azt a metódust, hogy mondjuk elküldjük a gyerekeknek, vagy a szülőknek, vagy a családoknak azt, hogy a tankönyv mettől meddig tartó részét kellene elolvasni, és akkor majd egyszer jelentkezünk, és megkérdezzük, hogy hogy sikerült a tanulás. Hát ez nem tartozik ebbe a digitális pedagógiai környezetbe. Onnan érdemes elmozdulni, és ténylegesen online irányba terelni a munkát, mint persze akkor, hogyha ennek a feltételei adottak, és elsősorban a infrastruktúrára, az eszközellátottságra, a családoknál meglevő eszközök meglétére gondolok. A tanárok számára pedig egy tanulási periódus szükséges, de itt az ideje tulajdonképpen elkezdeni. Ilyen nagy mértékű és ilyen gyors továbbképzés nem is volt még soha szerintem Magyarországon. Tehát az első dolog az, hogy ne úgy tartsuk az órákat, ahogyan eddig szoktuk, tehát mindenképpen valami másra készüljünk tulajdonképpen. Én azt mondom, hogy érdemes kicsit elszakadni 45 perctől. Gondoljuk arra, hogy a gyerekeknek, ha egy klasszikus órarend szerint kell ülniük egész nap a számítógép előtt, úgyhogy tulajdonképpen a szünetben nem mehetnek túlságosan messzire. Egész más az egésznek a hangulata és jellege akkor, hogyha otthon vannak, tehát nincsenek társas kapcsolatok a klasszikus értelemben. Úgyhogy érdemes egy kicsit lejjebb adni, és nem feltétlenül szükséges az, hogy pontosan 45 percig beszéljen a tanár, de azt is gondolom, hogyha
hogy a tanár tulajdonképpen egy ablak a számítógépen, amely ablakot akárki is lehet kapcsolni. Tehát még az újdonság varázsa, és ezért érdemes ebben gondolkodni, hogy hogyan kommunikálunk a gyerekekkel, miközben mi órát tartunk, ugye egész más kérdések jönnek elő, akár a fegyelmezés terén is. Vannak speciális témák, amelyeket valóban nehezebb megoldani a tanári előadás útján. Ugye itt gondolok például a kísérletezésre, amelyeknél most gyakran azt látjuk, hogy a tanárok bemennek az iskolai laboratóriumba, és ott végzik el a kísérletet, és mutatják meg a gyerekeknek. Hát itt, ami a kísérlet igazi varázsa, hogy a gyerekek vegyenek részt, és a gyerekek végezzék a méréseket, kísérleteket, ez valóban nem nagyon oldható meg, különösen bonyolultabb esetekben. De a zene vagy a tánc pedagógiában is vannak nehézségek, van, ami megoldható testnevelés esetében is, van, ami megoldható, és van, ami nem. Nézzük meg, hogy milyen eszközökkel érdemes ezeket a tanári előadásokat megvalósítani. Hát természetesen vannak egyszerűbb és vannak bonyolultabb megoldások is. Az egyik egyszerű megoldás az, hogy valamilyen élő közvetítésben gondolkodunk. Sok tanár tart élő közvetítésben tanórát, és hát a döntő része valójában így zajlik a digitális oktatásnak ezekben a napokban. Erre legegyszerűbb eszközök az, vagy akár a YouTube élő közvetítése, de az iskolai rendszer, hogyha egy komplex iskolai rendszert használunk, akkor a gyakorta ad olyan lehetőséget, ami ezt kiszolgálja. Ezért mondtam azt, hogy egy komplexebb rendszernek a felállítása talán egy kicsit több odafigyelést igényel, viszont több szolgáltatással is jár. Itt tehát a Teams maga ad lehetőséget ilyen élő tanórákra, vagy a Google Meet, vagy a Hashtag School-nak is van ilyen funkciója. Tehát sokféle megoldás van, és nagyon sokféle megoldást is használnak a tanárok. Fontos, hogy legyen kapcsolatunk a gyerekekkel közben. Nem feltétlenül fontos az, hogy mindig látszódjon mindenkinek a kamerája. Alkalmanként érdemes bekapcsolni. Itt gondoljunk egyébként a sávszélesség kímélésére, de erről majd még mindketten beszélünk. Természetesen előfordulhat, hogy rögzített előadásokat kell tartanunk. Ez sem nagyon nehéz. A legegyszerűbb megoldás például az, hogyha egy képernyő rögzítővel fölveszünk egy magyarázatot a számítógépen, és ez soha nem egy 45 percben kell gondolkozni, hanem egy kisebb magyarázat is ide tartozik. De talán sokan tudják, hogyha PowerPoint-ban készítünk egy előadást, akkor az előadás felvehető, és van ilyen funkció benne a PowerPoint menürendszerében. Föl lehet venni, akár még a webkamera képe is látszódhat, és akkor a tanári magyarázat ilyen módon nem élőben, de mégiscsak megtörténik. Ha a magyarázó videókról vagy útmutatókról van szó, ugyancsak szükséges a videó rögzítése, ami egyáltalán kizárt, hogy akár egy mobiltelefonnal is megtörténhet. Tehát legjobb az egyszerű megoldásokat keresni, az, ami a legjobban segíti a munkát kezdetben, és aztán lehet váltani jobb, több funkciójú, vagy messzebb mutató megoldásokra. Tehát érdemes az egyszerűséget és a pedagógiai célokat figyelembe
venni, amikor választunk. Fontos, hogy amikor előadást tartunk, vagy órát tartunk, akkor valamit kell tenni a tartalommal. Ugye eddig általában a gyerekek írtak valamit a füzetükbe, most ezt érdemes kitalálni, hogy most akkor hogy megy a jegyzetelés, és azt is érdemes kitalálni, mi történjen a tananyaggal, a tankönyvi tananyaggal. Én azt vallom, hogy a tananyag magától nem ugrál be az ember fejébe, akkor se, hogyha nagyon sokszor elolvassa, illetve ami így bekerül, az nem lesz igazán eredményes, tehát azt javaslom, hogy gondoljunk arra, hogy minél több mindent tesznek, dolgoznak a gyerekek a tartalommal, a tananyaggal, annál hatékonyabb lesz a tanulás, annál aktívabbak lesznek ők. Tehát ne felejtsük el, hogy a gyerekek itt folyamatosan a képernyő előtt ülnek, és tulajdonképpen még akkor is elfáradnának, hogyha valami nagyon szemkápráztató dolog történne, és hát nem ez történik. Fontos továbbá, hogy az nem elegendő, hogy oldalszámokat mondjunk el a gyerekeknek, mert az nem tananyag, hanem érdemes külső-belső ajánlatokat tenni, minél célzottabban, nem azt mondani, hogy keressetek a gyerekek a Google segítségével valamit, hanem ellenőrzött ajánlott jó tartalmakat érdemes ajánlani a tanuláshoz. Tulajdonképpen ez így történne, és így történik azoknál a digitális pedagógusoknál, akik eddig is használták intenzíven ezeket az eszközöket. Most kibővült a digitális pedagógusok köre, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mindenki azon van, hogy segítsen nekik ebben az átalakulásban, és senki se várja azt, hogy egy nap alatt digitális Jedivé válik valaki. Fontos, hogy ha linkgyűjteményekben vagy tartalmakban gondolkozunk, akkor valahol azokat tárolni is kell hosszú távon, tehát érdemes valami tárhelyet használni, ahol megosztjuk a tananyagot. Lehet, hogy az iskolának van erre kialakított tárhelye, de lehet, hogy a tanterem rendszerünknek van erre szolgáltatása. Hasonló a helyzet a linkgyűjteményekkel, hogyha elég sok linkünk gyűlik össze, akkor valamit ezzel kezdeni kell, és kezelni őket, és úgy tálalni, és úgy tárolni, hogy az jól feldolgozható legyen. Erre is vannak megoldások, meg lehet osztani azt különböző, akár táblázatokban is, de vannak erre célszerszámok is, a véglet például egy ilyen, amiről majd készítünk is ott a közeli jövőben. Ha a gyerekek ott ülnek a foglalkozáson, akkor nagyon lényeges, tulajdonképpen a tanúra túlélését biztosítja azt, hogy mennyire tudjuk őket aktívan tartani, mert a passzivitás az nagyon-nagyon nehézé fogja tenni az életünket. Ez egy borzasztó nehéz dolog, minden tanár meg fog, majd már most küzd ezzel a problémával, hogy milyen módon lehet aktívan tartani a gyerekeket és a gyerekek érdeklődését, és fenntartani a motivációt. Hát azt szoktuk mondani, hogy hát azért van ez a szuper képességünk, hogy pedagógusok vagyunk, hogy ezt megoldjuk, de ez nem azt jelenti, hogy ez könnyű. Tehát ezen érdemes gondolkodni, hogy minden órán, minden foglalkozáson legyenek olyan elemei az órának, amikor a gyerekek valamit aktívan tesznek, akár egyénileg, akár csoportosan, és hogy mik lehetnek ezek, erről majd fogunk beszélni. Lényeges az is, hogy az előadás során már élőben, szinkron módon, tehát amikor mindenki egyszerre ott online együtt dolgozik, már akkor is lehet valamilyen interakciókkal operálni, lehet megbeszélést tartani, hiszen sokszor van rendelkezésünkre álló chat, vagy lehet ötletbőrzét szervezni, vagy szavazást szervezni. Sokan ismerik a Mentimeter eszközt.
például kiválóan alkalmas erre, hogy egy kicsit a hallgatóságot megszólítsuk, és visszajelzést kapjunk tőlük, ezáltal egy kicsit, hogy mondjam, az aktivitás szintjét fenntartjuk. Az is lehet, hogy az interakciók aszinkron módon történnek, tehát nem élőben az órán, hanem utána később egy hosszabb időtávon történik ez, és ilyenkor érdemes esetleg lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyerekek utólag kérdéseket tegyenek fel, vagy választ kapjanak kérdéseikre. Ez lehet valamilyen fajta chat, amikor elérhető a tanár, és lehet az is, hogy valahol összegyűjtjük a tipikus kérdésekre adott válaszokat. Itt azonban fontos elmondani, hogy a tanároknak is, meg a diákoknak is szüksége van magánéletre, tehát éppen ezért nagyon lényeges, hogy válasszuk le a munkát, a tanulást a szabadidőtől, tehát nem várja el senki a tanároktól azt, hogy éjjel-nappal 0-24-ben rendelkezésre álljanak, és a diákok sem kell, hogy egész nap a tanulással foglalkozzanak, és egész nap mondjuk házi feladatokat oldjanak. Tehát ezt mérjük ki egy kicsit jobban, ha nem is patika mérlegen, de gondoljunk erre. Nagyon lényeges, hogy amikor ilyen távtanítás van, akkor bizonyos szabályokat újra kell gondolni. A tantermi szabályok eléggé világosak, hiszen mindenki tudja, hogy hogy kell viselkedni a tanteremben, és ezek így már nem kell külön hangsúlyozni, ki hova üljön, ki hogyan köszönti a tanárt, és mit lehet csinálni az órán, és mit nem. Itt egy új körülmény, egy új rendszer alakul ki, ezért fontos tisztázni, hogy milyen órarend szerint dolgozunk, hogy elvárt a pontosság, hogy hogyan kell megjelenni a digitális tanórán, hogy fel kell öltözni, hogy egy napi rutint kell kialakítani, hogyan viselkedünk, hogyan jelentkezünk, hogyan szólunk hozzá, mikor kapcsoljuk be a mikrofont, és mikor nem kapcsoljuk be a mikrofont. Ezek olyan új normák, amiket ki kell alakítani. Sok iskolában ezt elég gyorsan összeállítják, és állították, és tudatják a diákokkal és a szülőkkel. Fontos, hogy ezekben a napokban, ezekben a hetekben az internet és a különböző szolgáltatások terhelése fokozott, hatalmas nagy világszerte, olyan módon, hogy érdemes arra is gondolni, hogy kímélni kell a sávszélességet. Ha nem szükséges, ne sugározzunk képet, élőképet, kameraképet, csak akkor, hogyha annak van indoka. Lehet, hogy a diákokat nem mindenkit kell lásson mindig a tanár folyamatosan a tanóra során. Lehet, hogy igen, ez egyedi döntés, de mindesetre gondoljunk arra, hogy a sávszélesség az egy érték tulajdonképpen. Az e-mailes kommunikáció igazából nagyon aranyos és nagyon kedves, de igazából ennek a kora lejárt. Az e-mailen kiküldött információk és az e-mailben menő kommunikáció az nagyon fel tudja őrölni az embereket. Most igazából arra kell odafigyelni, hogy valamilyen céleszközt használjunk, valamilyen olyan felületet, ami a kommunikációt jobban és gyorsabban szolgálja, mint az e-mail. Nagyon lényeges, hogy a digitális oktatás során a gyerekek és a felnőttek is digitális technológiával dolgoznak, figyeljünk oda a digitális egészségre, figyeljünk oda a mértékre, figyeljünk arra, hogy elegendő mozgás is legyen benne, ne rögzítsük oda a billentyűzethez a gyerekeket, hanem egy kicsit engedjük szabadjára,
egy kicsit lazítsunk azon a merev rendszeren, ami mondjuk egy tanteremben lenne. Egyébként a tanteremben se árt néha egy kis mozgás és egy kis változatosság a tanórák során, hiszen ott is el tudnak fáradni a gyerekek, digitálisan is el lehet fáradni. És akkor átadom a szót a gyakorlatnak. Köszönöm szépen. És akkor hagyj folytassam ott, ahol az imént abba hagytam, azaz azon a bizonyos hétfői értekezletről szeretnék beszélni, amely tulajdonképpen a fő irányvonalakat szabta. Akkor is láttuk, és abban is megállapodott a tantestület, hogy a célokat kell meghatároznunk, és a célok között is a legfontosabb az, hogy a tanulást fenntartsuk. A gyerekek tanulni tudjanak, és ehhez pedig mi, tanárok, minden segítséget próbáljunk megadni. Azaz a célok meghatározása a legfontosabb, és ezekhez a célokhoz, a célok megvalósításához próbáltunk meg módszereket, eszközöket és tartalmakat keresni és ajánlani. Ennek az ajánlásnak nálunk egy nagyon egyszerű Excel táblázat lett a formája, amelyben a különböző módszerek, illetve eszközök és tartalmakat megtestesítő alkalmazások, illetve weboldalak, stb. Az elnevezése, linkje és rövid leírása volt megtalálható. Ezt az Excel táblázatot megosztottuk a kollégákkal, és természetesen folyamatosan bővítjük a tartalmát. Ezáltal próbálunk egyfajta ilyen tárházat, kelléktárat tenni a kollégák elé, amelyből ők bármikor tudnak válogatni. Szintén ezen a hétfői értekezleten próbáltuk az irányt úgy megszabni, hogy az a gyerekeknek a leghasznosabb tanulási utakat tegye lehetővé, és én ezek közül a gondolatok közül gyűjtöttem ki párat ide a diára, és ezek közül az egyik talán legfontosabb, Attila is emlegette már, hogy a hagyományos órarend, óraszervezési módszernek a megtartása az nem működik ebben az új távtanulási rendszerben. Mire gondolok itt? Ha minden tanár minden óráját úgy tartja meg 45 percen keresztül, az azt tette korábban, csak most online jelenik meg a gyerekek előtt, és várja el, hogy a gyerekek online jelenlétben látogassák az óráit, akkor az egyrészt a gyerekek számára nagyon fárasztó, kaptunk is erről visszajelzést. Egy nagyon aranyos tanulói e-mailt kapott az egyik kolléganőm, körülbelül ennyi volt benne, hanem is szó szerint, de azért tudom idézni, hogy tanárnő, kérem, nagyon örülünk ennek az új módszernek, meg az új lehetőségeknek. Azt szeretném kérni, hogy rövidebb időt kelljen a számítógép előtt ülni, mert már fáj a hátam. Hát igen, tehát semmi, se a gyerekek nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy a teljes napot a számítógép előtt töltsék. Ezért nagyon fontos az, hogy okosan bánjunk ezzel a lehetőséggel, és okosan használjuk azt az időt, amit mi online időként képzelünk el. Nálunk azt találtuk ki, hogy a meglévő órarendet egy tanórával eltoltuk, ami azt jelenti, hogy később kezdődik az iskolai nap. Elvileg a órarendi keretek megmaradtak, de ezek nem kötelező online jelenlétet feltételező órák, hanem a tanárnak, amikor szeretne a gyerekekkel online találkozni, akkor előre jelzi ezt a gyerekeknek, és akkor is úgy gondoltuk, abban állapodtunk meg, hogy nem kell 45 percig online lenni sem a gyereknek, sem a tanárnak, hanem csak amit feltétlen indokol az illető feladat kiszabása, vagy a kommunikáció a gyerekek felé. Arra kértük a kollégákat, hogy igyekezzenek hosszabb időintervallumokra feladatot adni a gyerekeknek, lehet az akár egy hét is, és akkor a másik óra, vagy a többi óra esetén a tanár nyilvánvalóan tud segítséget nyújtani a gyerekeknek. Ezt előre jelzik a gyerekek, hogyha szeretnének vele beszélni. Ez működhet akár csak hang kapcsolat, akár hang és kép kapcsolat formájában, amennyire szükség van erre.
Na most szervezettség itt a következő dolog. Szervezettség minden szinten és mindenre kiterjedően. Vonatkozik ez az órarendre, illetve az előbb említett óraszervezési dologra, és vonatkozik ez arra, hogy mi kollégák hogyan tartjuk egymással a kapcsolatot, a gyerekekkel hogyan tartjuk a kapcsolatot, hogyan tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit például a tankerület támaszt felénk, és ugye hát nyilvánvalóan regisztrálni kell az órákat, dokumentálni kell az elvégzett tananyagot, és ezért is célszerű, itt visszatérnek egy fél mondat erejéig arra, hogy egy rendszerben, egy tanulást támogató rendszerben működjön az iskola, mert itt sokkal könnyebb az adminisztrációs feladatoknak megfelelni. Na most Attila már beszélt arról, hogy ne csak élőben és ne csak online megtartott órákról gondolkodjunk, azokat tervezzük, hiszen a tanulók profitálhatnak más típusú tevékenységekből is. Egy nagyon fontos dolog, hogy ha tartalmat adunk a gyerekeknek, akkor mindig mondjuk meg, hogy mit akarunk azzal a tartalommal kezdeni, pontosabban, hogy mit csináljanak vele a tanulók. Ahogy Attila is mondta, hogy ha kijelölünk egy elolvasandó tananyagrészt, vagy akár attól valószínűleg jóval izgalmasabbnak fogják találni a gyerekek, hogyha egy videó megnézését írjuk elő, akkor mondjuk el, hogy mire figyeljenek, esetleg milyen kérdésekre válaszoljanak, mik legyenek a fókuszpontok, amikor olvas, vagy amikor feladatot dolgoz fel. Amennyire lehet, próbáljunk meg olyan feladatokat adni, ahol a gyerekek azért együtt tudnak működni egymással. Ugyan személyesen nem találkozhatnak, de nyilvánvalóan élhetnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek a páros vagy akár csoportos interakciót támogatják. Nálunk mondjuk például ez a Teams alkalmazásban megvalósulhat. Amikor azt írom, hogy önálló munkavégzés, akkor igazából én erre gondolok, és önálló, azaz tanármentes munkavégzés. És ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos odafigyelnünk erre, hiszen még az órán, amikor járunk elünk tanárként a tanterembe, és látjuk azt, hogy ki mit csinál, akkor ott azonnal tudunk reagálni a dolgokra. Itt viszont nem vagyunk jelen, és hogyha a tanuló nem kérdez, akkor mi nem látjuk azt, hogy mi történik, vagy mi nem. Mi arra biztattuk a kollégákat, hogy például a Teams üzenőfalán bármilyen üzenet elhangzik a részükről és megy a tanulók felé, bármilyen feladatkijelölés történik meg a Teams felületen és megy a tanulók felé, azt a tanulók nyugtázzák egy like-kal. Ezzel kvázi azt látjuk, hogy a gyerek ott van, és tudomásul vette, és számíthatunk arra, hogy ő együttműködik velünk. Ha csak lehet, próbáljunk meg kis csoportos online tevékenységet indítani, amennyiben szükség van erre, és itt én azt gondolom, hogy különösen a nyelvtanárok esetében kerül elő ez a téma. Ugye nyilvánvalóan vannak olyan nyelvtanítással kapcsolatos teendői a kollégáknak, amelyek megoldhatóak tesztek formájában, olvasott szövegértés egy kérdői vagy egy feladatlap formájában, azonban esetenként előfordulhat, hogy kommunikációs stratégiákra szeretnénk a gyerekeket tanítani, illetve a kommunikációs készségeket fejleszteni. Ilyenkor talán jó ötletnek tűnik az, hogy behívunk 2-3 gyereket egy videós hívásba, ott most a kivételesen a tanár fog hallgatni, és arra kérjük őket, hogy adott szituációval beszélgessenek egymással, és már is a tanár akár 3 gyerek teljesítményét látja, tud nekik támogató visszajelzést adni. Rögzítsünk hang- és videós anyagokat, szerepel ott a dián. Ugye ez tulajdonképpen ahhoz kapcsolódik, hogy minél színesebbé, minél személyre szabottabbá kellene tenni a tananyagot, amennyiben nem kívánunk feltétlen online jelenlétet, sem a gyerekektől, sem mi nem kívánunk megjelenni, akkor helyette egy hangfelvétel, egy olyan videós anyag, amit a tanár készített, az bőségesen kiszolgálja azokat az igényeket, amelyekre ilyen esetben szükség lehet. Nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, és ez, én előbb azt mondtam, hogy a kezdetekben legyünk pozitívak, és persze maradjon meg ez a pozitív hozzáállás a tanár részéről, és a támogató miben léte a tanárnak nagyon fontos a továbbiakban is, hiszen rendkívül szokatlan,
furcsa körülmények között kell, hogy eljussunk. Hát még az is lehet, hogy az év végéig. Különösen igaz ez az érettségizők esetére. Ugye még igazából mind a mai napig nem tudjuk, hogy mi fog történni az érettségivel, de ennek ellenére a gyerekeket fel kell készíteni az érettségi vizsgákra. Szó volt már erről, de újra szeretném hangsúlyozni, hogy ne terheljük túl a tanulókat. Olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy tulajdonképpen reggeltől késő délutánig ülnek a gépnél, és csinálják a feladatokat. Nem biztos, hogy ez eléri a célját. Hagyjunk nekik szabad időt, pihenjenek, és hát amennyire lehet, amennyire tudnak, természetesen mozogjanak. És ugye itt beszéltünk arról, hogy ne tereljük túl a tanulókat, és természetesen ne tereljük túl a hálózati és hardware erőforrásokat, magunkat se, és ne tereljük túl a szülőket se, hiszen képzeljük el azt a családot, ahol 2-3 gyerkőt próbál megfelelni az iskolai elvárásoknak, és mondjuk 2 szülő pedig távmunkában otthonról dolgozik. Most ez nem csak a hálózat leterheltségéről szól, de azt gondolom, hogy pszichésen sem könnyű menedzselni egy ilyen családi életet, amellett, hogy esetleg eszközzel sem könnyű kiszolgálni a családot. Köszönöm, és akkor Attilának visszaadnám a szót. Ahogyan korábban beszéltünk róla, érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a tanulók mit csinálnak tulajdonképpen, mi alatt egy foglalkozás vagy tanóra zajlik, és mindig hangsúlyozzuk azt, hogy fontos, hogy növeljük azoknak a perceknek a számát, amelyeket aktívan töltenek a gyerekek, mert akármilyen becsületesen is figyelnek, sajnos nagyon nehéz fenntartani mondjuk 20 percnél tovább a figyelmet, mind a mellett egy olyan eszközrendszerben ülnek a gyerekek, egy olyan világháló mellett, és egy olyan laptoppal, amely rengeteg mindenre alkalmas. Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy minden órában legyenek olyan elemek, amelyek valami olyan feladatot, olyan tevékenységet jelentenek, amelyeket a gyerekek aktívan tudnak megtenni. Itt van néhány ötlet, nyilván csak egy párat írtunk így össze. Természetesen elhangzott már a kiselőadás vagy bemutató kérdése kisebb gyerekeknél, vagy nagyobbaknál, akár nyelvólán, akár az is lehet, hogy minden tanóra úgy kezdődik, hogy valaki elmondja az adott időjárás jelentést, vagy valamilyen érdekességet. Tehát az fontos, hogy a gyerekek is megnyilvánuljanak, gyerekeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni, de szó volt már a vitáról, vagy az ötletbőrzéről, de nagyon izgalmas lehet, ha valamilyen játékkal, kvízjátékkal, vetélkedővel színesítjük a tanórát. Persze fölmerül a kérdés, hogy ezeket akkor előre ki kell találni és el kell készíteni, de én azt javaslom megfontolásra, hogy mi lenne, hogyha olykor-olykor a gyerekek készítenék a kvízeket és a játékokat egymásnak. Tehát a méltán népszerű Kahoot, vagy a Quizlet, vagy a Szókratív, ezek mind lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a gyerekek készítsenek valamilyen tartalmat, játékot egymásnak. Kevésbé izgalmas az, hogyha folyamatosan tesztekkel halmozzuk el a gyerekeket, mert ennek korlátozott jelentősége van, de erről még majd beszélünk. Másik lehetőség, hogy alkossanak valamit, fogalomtérképet, idővonalat. Természetesen vannak olyan tantárgyak, ahol a számítások, értékelés, elemzés, kutatás is szerepet kaphat, és természetesen a projektmunka vagy a projekt megbeszélések is, és elemei lehetnek a tanóráknak. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az a jó, hogyha csak a tanár
tart előadásokat. Ezeket érdemes arányaiban megváltoztatni és több szerepet adni a gyerekeknek. A motivációjukat is lehet ezzel növelni vagy fenntartani. A másik része a dolgoknak, hogy mi történik az otthoni feladatokkal. Magam úgy gondolom, hogy a házi feladattal mindig is csínyán érdemes bánni, mert a tanulásnak is van helye, és az otthoni időtöltésnek is van helye. Ne árasszuk el a gyerekeket házi feladattal. Amikor együtt vagyunk, akkor az a tanulás ideje egyben. Tehát nem arról van szó, hogy azért találkozunk hosszú órákon keresztül, hogy átvegyünk bizonyos csomagokat a tanároktól, majd otthon kibontjuk és elkezdünk vele dolgozni, hanem már ott dolgozunk vele, tehát a online tanórák helye egyben a tanulásé, sőt, inkább a tanulása fontosabb. Nagyon érdekes, jó feladat lehet, ha gyerekek hoznak létre tartalmat, legyen az egy prezentáció, egy plakát, egy érdekes grafika, egy program, tehát számítógépes program, vagy alkalmazás is fejlesztető, tehát a programozás, kódolás, ez teljesen ma már egy elterjedt dolog, és érdemes megtanulni a gyerekeknek, sőt, azt gondolom, hogy sok pedagógusnak is, és erre készülünk, hogy erről is legyen egy webinárium olyan nem informatika szakos pedagógusoknak, ahol a programozás jól használható. Most óhatatlan az, hogyha a feladatokra gondolunk, akkor itt olyan feladatok, tevékenységek kell, hogy legyenek, amelyeknek a megoldásához ugye nem baj, hogyha rendelkezésre állnak szótárak, online keresés és mindenféle eszközök, mert ugye a tanteremben azt mondjuk, hogy nem lehet puskázni, nem lehet megnézni, nem lehet megbeszélni a szomszéddal, de ebben az esetben ez nem tehető meg. Tehát óhatatlanul átalakulnak a feladatok, a tevékenységek, és olyan gondolkodtató kérdések, feladatok, problémák jönnek elő, amelynek a megoldása többet igényel. De többet igényel időből is, és többet igényel a diák részéről is, a tanár részéről is kitalálja ezeket, kidolgozza ezeket. De ha megnézzük ezt a kis grafikát, amit itt látunk, a jó öreg módosított Bloom taxonómiát látjuk, és ha megnézzük, akkor az ismeret, megértés, alkalmazás alsó három szintje az, amin a legtöbbször mozgunk a klasszikus iskolai gyakorlatban. Ilyenek a dolgozatok, a felelések, sorolt fel, húzd alá, rajzolt be, karikázd be, egészítsd ki, és ilyenek, idézd fel, írd fel ezt a törvényt, és így tovább. Míg ebben a távtanítási helyzetben azért, hogy elkerüljük azt, hogy a gyerekek tulajdonképpen érdemi munka nélkül oldjanak meg bizonyos feladatokat, és arra késztessük őket, hogy valóban dolgozzanak egy adott témakörrel, ezért bonyolultabb feladatokat, komplexebb, gondolkodtató feladatokat találunk ki, és közben örömünkre azt látjuk, hogy a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztését célozzuk meg, és fölmászunk ezen a szép hegyen, a Bloom taxonómia hegyén, és az elemzés értékelés, sőt, még az alkotás is szóba jön. Tehát ez egy olyan pozitív eredmény ennek a nagyon nehéz időszaknak, ami tulajdonképpen hát egy a hozadékok közül. Tehát amikor feladatokban gondolkodunk, akkor egy kicsit mást kell kitalálni. Nagyon hasznosnak találnám, hogyha a kollégák most igazán megosztanák egymással azt, amit kitalálnak, amit alkotnak, az iskolákon belül is, tanári közösségeken belül is, könnyen megoszthatók a kitalált feladatok, kvízek, mindenféle tartalmak, osszuk meg, mutassuk meg másoknak, itt az ideje a széles körű együttműködésnek.
Nagyon lényeges, hogy ilyenkor a frontális munkának a szerepe nagyon-nagyon lecsökken. Lehetőség van egyéni munkára, lehetőség van arra, hogy párban dolgozzanak a gyerekek. A tanóra egy részében lehet, hogy csoportban fognak dolgozni. Vannak olyan rendszerek, amiben ez könnyen megy, de tulajdonképpen mindenhol megvalósítható, akár a csoportmunka is. És nem elhanyagolható előny egy ilyen helyzetben az, hogy megtanítjuk a gyerekeket önállóan dolgozni, önállóan is tanulni, önállóan dönteni a saját tanulásukról, mert hosszú távon igazából ez az eredményes, mert felnőttként biztos, hogy így fognak tanulni majd. Átadom a szót Zsoltnak. Kedves kollégák, így 8 óra felé azt gondolom, hogy már mindenki fáradt, és igazából baráti beszélgetésekre, családi beszélgetésekre vágyik. Így én hagyj folytassam egy történettel, és remélem, hogy ez nem riasztóra foghatni rátok. A történet pedig nyilván miről másról szólna, mint arról, hogy mi történik az iskolában. Mielőtt kitört volna ez a krízis helyzet, én mondjuk az egyik osztályomban, a 11-eseknél radioaktivitás témakör előtt jártam, és ott én azt szoktam most már hagyományosan csinálni, hogy olyan jó kis kompakt témaköröket lehet a gyerekeknek kiadni. Ki szoktam adni felkészülésre egy-egy témát, mondjuk atombomba, radioaktív sugárzások, sugárvédelem, hidrogénbomba, atomerőmű, stb. És arra kérem a gyerekeket, hogy készüljenek fel ebből a témából, párosával. Maximum 3 ember lehet egy csapatban, tehát vagy 2, vagy 3 ember van egy csapatban. Ők együtt készüljenek föl, készítsenek hozzá anyagot, hogy ez PPT, vagy videó, vagy bármi egyéb plakát, az rájuk van bízva. Amikor ezzel elkészülnek, akkor a következő tevékenység vár rájuk. Összejövünk az órán, és minden csoportnak keresünk egy társcsoportot, akivel kicserélik azt a tudásanyagot, amit az adott témáról összegyűjtöttek, és amikor eljön a bemutató, az előadás ideje, akkor minden csoport azt a témát prezentálja, azt a témát adja elő, amit a saját társaitól tanult. Ezek után az értékelés, egy önértékelési fázis után úgy folytatódik, hogy mint egy szakmai zsűri, az őket felkészítő csoport véleményezi a teljesítményüket, a többiek, akik meghallgatták az előadást, pedig hát mondjuk így társadalmi zsűriként szintén vélemény nyilvánítanak, és akkor ezzel tulajdonképpen egy többkörös értékelés van, akkor már csak én vagyok hátra és értékelem az elhangzottakat. Na most ennek a folyamatnak az elején történt meg a krach, és ott találtuk magunkat, hogy akkor most mit csináljunk. Felkészültek már a gyerekek, sőt, már át is adták a csapatok egymásnak a tudást, mit tévők legyünk. Én azt találtam ki, hogy megpróbáljuk ezt a fajta tevékenységet digitális platformra terelni, és személyes jelenlét nélkül levezényelni. Nem akartuk, vagy nem akartam kidobni azt a rengeteg felkészülést, és rengeteg munkát, amit a gyerekek ebben már beletettek. És akkor itt az ábrán próbáljuk meg követni, hogy vajon hogyan teljesültek ebben a törekvésben, vagy ebben a törekvésemben azok a dolgok, amiket szerintem szem előtt kell tartanunk akkor, amikor feladatokat akarunk szabni a távtanulási környezetben. Online feladat, vagy offline feladat? Én azt gondolom, hogy osszuk szét a feladatok típusát. Azt szerint, hogy a feladat elvégzése közben a tanulónak online kell lennie, tehát interneten kell lennie, vagy offline tud valamilyen feladatot teljesíteni, és offline feladatok között azért lehet olyan, amit a számítógépen csinál, de nincsen online. Aztán szinkron, illetve aszinkron tanulás. Ugye erről beszéltünk már, Attila és én is egy-egy gondolatot már megosztottam veletek arról, hogy miért nem tartjuk helyesnek azt, hogy a szinkron tanulás domináljon a távtanulási módszerek között. Nyilvánvalóan ugye hálózati igény, gép igénybevétel, stb. Mind a mellett szól, hogy alapvetően az idő nagy részét aszinkron tanulással töltjük. Na most az a kis feladat együttes, amit akkor én most átültettem digitális platformra, ami úgy néz ki, hogy most minden egyes csapat készít egy rövid videót, vagy a PowerPoint-ba
egy ilyen hangalámondásos előadást az adott témájáról. Ugye ez a része a dolognak, ez tulajdonképpen offline, hiszen ehhez nem kell online lennie. Az anyaggyűjtés ezt megelőzően természetesen online. A tanulás mikéntje az természetesen aszinkron, hiszen nem kell velem kommunikálni. Az összes kommunikáció az tulajdonképpen annyi volt szinkron formában, amikor én kiadtam a feladathoz szükséges, úgymond játékszabályokat a gyerekek számára. Hogyha megnézzük azokat a téglalapokat, amelyek aztán mind egyöntetően a hatékony tanulás irányába mutatnak, akkor a célirányos utasítások adása talán mindennél fontosabb, és ezzel tulajdonképpen kikövezzük saját magunk számára az utat a hatékonyság felé, illetve a gyerekeknek is egy rengeteg időt spórolunk meg. Gondoljunk csak arra, hogyha ha hiányosan adjuk ki az utasításokat a gyerekek számára. Az órán ránézünk a tanulókra, és a szemükből lehet látni, hogy valami nem stimmel, rögtön tudunk korrigálni. Itt viszont adott esetben lehet, hogy órák, sőt, esetleg napok telnek el addig, amíg a tanuló felméri, hogy ő nincs tisztában azzal, hogy mit kell csinálnia, ezért visszakérdez, és akkor nekünk viszont válaszolni kell. De akkor elképzelhető, hogy sok gyereknek kell válaszolni külön-külön. Én azt gondolom, hogy ha jól átgondoltan, célirányosan és egyértelműen adunk utasításokat, rengeteg időt és fáradtságot spórolunk meg. Feladat mindenkinek. Én azt vallom, hogy a tanulán is, és persze hát itt a távtanulás környezetében is, hogy a tanárnak lehetőség szerint a jelenlevők 100%-át kell kiszolgálni. Amennyiben vannak lemaradók, vagy egyéb segítségre szoruló gyerekek, vagy vannak szuper tehetséges gyerekek a teremben, vagy akár most itt a Teams csoportban állunk, akkor mindenki számára megfelelő módon kell tananyagot, tanulnivalót, feladatot kiszabni. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a mainstream, tehát a fő csapásirányba tartozó gyerekeknek adjuk a feladatot, hát majd valahogy majd fölzárkózik a lemaradó, és hát legfőbb egy kicsit unatkozik a tehetségesebb gyerek. Meg kell próbálni úgy összerakni a feladatokat, hogy lehetőség nyíljon a differenciálásra. Én azt gondolom, hogy ez a tanítsuk egymást módszer, ez tulajdonképpen ennek igen tág lehetőségeket enged. Ne hagyományos tevékenységek uralják a munkát, hát ez nagyon fontos. Tudnélik, ha vele gondoltok, akkor most ez az első 2 hét a gyerekek számára új. Új az, hogy otthon vannak, új az, hogy azon a számítógépen vagy telefonon tudnak tanulni, amit egyébként szeretnek, ugye a digitális eszközöket, a kütyüket a gyerekek szeretik, de be kell látnunk, hogy ennek a vonzerőnek előbb vagy utóbb azért hát a fénye már veszít. Nem lesz olyan érdekes a gyerekek számára, nem lesz olyan vonzó a gyerekek számára. Itt jövünk mi, hogy azokon az eszközökön, amik eddig önmagában eszközszinten nyújtottak a gyerekek számára vonzerőt, most mi tartalommal, illetve feladattal és módszerekkel próbáljunk meg motivációt biztosítani. Rugalmasság rendkívül fontos. Amikor az ember eldönti, hogy milyen feladatot, milyen módszerekkel, milyen tartalommal tesz le a gyerekek elé, én azt gondolom, hogy, de ezt nyilván is tudjuk, el nem tudjuk képzelni azt, hogy milyen kérdések merülhetnek fel, milyen problémák merülhetnek fel. Nagyon sok esetben nálunk, mármint a tanári mivel léptünk, mert mi elképzeljük, hogy majd a gyerek mit fog válaszolni, és akkor ad 5-10 olyan alternatív válasz lehetőséget egy tanulói közösség, ami az ember azt mondja, hogy úristen, hát én erre nem gondoltam. Na most itt kell a rugalmasság, hogy ezeket a felvetéseket és az egyéb problémákat, áramszünet volt, nem volt internetünk, nem jutottam géphez, mert a húgom dolgozott rajta, stb. Alapú problémákat kezeljük. És ezt a, ugye ez ennek a gondolatmenetnek egy rendkívül fontos része az, hogy gyakran a kevesebb a több. Tehát ha millió és egy feladatot adunk a gyereknek, vagy több órákban kifejezve, akár a nap 24 óráját kitartjuk, higgyük el és tudjuk szerintem mindnyájan, hogy nem fogják tudni a gyerekek olyan szinten teljesíteni a feladatokat, olyan mélyen beledolgozni magukat az adott témakörbe, amiből a megfelelő hatékony tanulás létrejön.
Így én azt gondolom, hogy figyelembe véve az itt elhangzottakat, nagyon fontos, hogy reális határidőt szabjunk. Reális határidőt szabjunk a gyerekeknek, azaz teljesíthető feladatmennyiség álljon elébük, és szabjunk határidőt magunknak. Nálunk például a tantestületben abban állapodtunk meg, hogy a válaszadási határidő maximum 24 óra. Tehát 24 órán belül, ha egy gyerek kérdez valamit, arra valamit válaszolni kell. És hogy legyen ez ugye a feladat kiszabás szempontjából is fontos, hiszen ott is azért nekünk egy határidőt kell betartani azzal kapcsolatosan, hogy mikor tudunk visszajelezni a gyerekeknek. Legyünk türelmesek, és nagyon fontos az időmenedzsment, hiszen a gyerekek számára új, hogy nincsen csöngő. Nem jelzi számára sem az óra elejét, sem az óra végét a csöngő. Tulajdonképpen arra kell számítanunk, hogy ő saját időbeosztás szerint tevékenykedik. Ehhez nincsenek hozzászokva, főleg az apróbbak. Itt hát nyilván akár osztályfőnöki munka, akár szaktanári munka része lehet az, hogy megpróbáljuk őket erre ráhangolni. És akkor visszatérve még egy gondolat erejéig arra a kis feladat kiszabásra, amit én készítettem a 11-es tanulóim számára. Most a következő lépés az lesz, hogy beküldik ezeket az anyagokat, amin a kis előadások hangalámondásos vagy videós megoldásban megjelennek. Ezek után úgymond közszemlére lesznek ezek téve. Én fogok kérdőíveket készíteni hozzájuk, ezeken tudják véleményezni, tehát lesz értékelés, akár csoportos értékelés is, hiszen azok a csapatok, akik eddig együtt dolgoztak, ők akár csoportosan is értékelhetnek, majd pedig a végén hát valamiféle szummatív értékelésre is szükség van, hiszen jegyeket produkálni kell, bár ugye nem ez a cél, de azt jól tudjuk, hogy az adminisztráció szempontjából ez fontos. Hát azt meg nem árulom el, hogy mi lesz, mert akkor hát, ha gyerekek fülébe jut, és az meglepetés lesz számukra. Attila, visszaadnám a szót akkor neked. Át is eveztünk az értékelés világába. Nagyon nehéz témakör ez, hiszen az értékelés az, ami nagyon egyoldalú szokott lenni, hiszen nagyon sokszor szummatív értékelésben merül ki az, amit a gyerekekkel hát, ugye, tenni szoktunk, és kevesebb idő, energia jut a formatív értékelésre, ami fejlesztő célú, és sokkal inkább a tanulás során ad segítséget, és nem pedig a végén jelez valamit. Kifejezetten nem nagyon kedveljük a számonkérés szót, ezért mindenhol az értékelés szerepel, nem nagyon fejezi ki azt, ami a tanár-diák kapcsolatban legjobb lenne most is, és azt is gondolom, hogy a természetesen jegyekre szükség van, de még ezer módja van annak, hogy értékeljük a gyerekeket, és az ezer mód között vannak olyanok, amelyek még a jegyeknél is sokkal hatásosabbak. Hogyha a szummatív értékelést nézzük, akkor ott vannak a dolgozatok. Egész biztos, hogy másképp kell dolgozatot iratni, mint eddig, mert már ismertetett okok miatt, hiszen meg lehet nézni a megoldást. A gyerekek egymással kommunikálva oldják meg a feladatokat, tehát hiába adunk időkorlátot például, akkor is egymással megbeszélik, hogy mi a helyes válasz, hiszen még ezer is egy csatornájuk van azon kívül, hogy együtt dolgozunk velük. A feleltetésről már esett szó, én inkább a kis előadást pártolom, de vannak olyan tantárgyak, ahol, vagy olyan életkorok, ahol bizony egy ilyen szóbeli feleletre szükség van, valószínűleg sokkal jobb, hogy ez kisebb körben történik meg. Nagyon sok szó esik mostanában a tesztekről, ha megnézzük
a tanárok Facebook hozzászólásait, döntő többségük arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne ezzel vagy azzal az eszközzel minél több tesztet iratni a gyerekekkel. Én azt tanácsolom, hogy gondoljuk meg, hogy van-e ennek értelme, van-e ennek olyan hozzáadott értéke, azon kívül, hogy tényleg generálódik egy jegy, és akkor hát bum, lett egy jegyünk, vagy több, de igazából a tanulás folyamatára nem reflektálunk, nem adunk segítséget abban, hogy hogyan kell valamit másképp csinálni. Vannak olyan tesztek, amelyeket tulajdonképpen ilyen próbaszerencse alapon oldanak meg a gyerekek. Sok esetben a tesztekre nem is fordítanak elég időt a gyerekek, hiszen kattintanak valamit és mennek tovább. Tehát nem dolgoznak azzal a tartalommal eleget, vagy azzal a témakörrel eleget. Ezért azt ajánljuk, hogy a szummatív értékelés mellett jelenjen meg a formatív értékelés minél többször, adjunk visszajelzéseket a gyerekeknek a minél gyakrabban. Természetesen az energia véges, tehát a tanári energia véges, viszont vannak olyan eszközök, amelyekkel könnyebben meg lehet ezt tenni. Például van olyan megoldás, például a OneNote-ban, amelyben hangjegyzeteket lehet fűzni a különböző feladatokhoz, például, vagy persze írásban is hozzá lehet szólni bármihez, de az önértékelés és a társas értékelés is egy kiváló lehetőség, amikor egymással beszélnek meg, egymásnak adnak visszajelzést a diákok, vagy pedig használhatunk ellenőrző listákat, olyan útmutatókat, amelyeket a tanulás során, vagy a feladat megoldás során tudnak használni a gyerekek, és rögtön kapnak egy visszajelzést, hogy valamit jól csináltak, vagy nem, azt követve tudnak dolgozni. Tehát érdemes színesebb értékelésben gondolkodni, higgyük el, hogy ez gyümölcsöt fog teremni, hogyha ezt kiterjesztjük a formatív értékelés irányába. És lássuk a gyakorlati oldalát. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy a legnehezebb része az egész távtanításnak az értékelés. Mondom ezt azért, mert amikor ott van az ember az órán, akkor, ahogy az előbb is említettem, egy szemvillanással lehet üzenni. A gyerek is tud üzenni nekünk, és mi is tudunk viszont üzenni. És nagyon könnyű ott melegében értékelni dolgokat, és az osztályterem az szinte folyamatosan szintere lehet a folyamatos formatív értékelésnek. Itt, amikor elválaszt bennünket sokszor több kilométer, több tíz kilométer, és arra vagyunk utalva, hogy interneten keresztül különböző kommunikációs csatornákon próbáljuk meg reagálni dolgokra, ez jóval nehezebb dolog. Amikor én múlt hétfőn a kollégáim elé kiálltam, és ebben is próbáltam némi támpontot nyújtani, egy kicsit nehéz helyzetben éreztem magamat, és igazából egy-két szempontot tudnék megosztani most a hallgatósággal, illetve egy-két apró ötletet szolgáltatni, de azt gondolom, hogy ebben mindenkinek a saját csatáját magának kell megvívnia. Nagyon fontos dolog az, hogy ne ragaszkodjunk a hagyományos értékelési módszerekhez. Tehát aki eddig röbb dolgozat, témazáró dolgozat, órai felület formákban gondolkodott csak, azt gondolom, hogy ezek most felejtős műfajok. Alternatívákat kell keresni, bővíteni kell az értékelési repertoárunkat. Mindenképpen fontos az, amit Attila mondott, hogy a fejlesztő támogató, azaz formatív értékelés legyen a domináns az értékelési módszereink között, és hogy ennek aztán milyen megvalósulási formáját választjuk, hát ez rajtunk. Fontos lenne, hogy önértékelés legyen
a feladatokban. Tehát én azt gondolom, hogy már a feladatban lehetőség szerint építsük be az önértékelést. Erre kiváló lehetőséget kínál az, hogyha egy adott feladatot, egy hosszabb feladatot részekre bontunk, és ott megállva a tanulókat egy értékelő táblázat, egy szempontrendszer segítségével próbáljuk meg arra biztatni, arra rávenni, hogy értékeljék az addigi munkájukat. Amennyiben közös feladat kerül kijelölésre, azaz párosan vagy többen dolgoznak együtt, akkor a páros vagy csoportos értékelés azt gondolom, hogy magától értetődő. Viszont ez úgy igazán hatékony, hogyha ennek is kerete van. Tehát készítsünk ehhez is egy olyan forma kérdőívet, ami alapján ők ezt viszonylag egyszerűen, viszonylag gyorsan meg tudják valósítani. És akkor itt megállok egy pillanatra, mert ugye a jegyadás az egy állandó probléma, hiszen nagyon sok esetben a helyi tantervben rögzítik, hogy havonta például hány jegyet kell adni. Na de hát miért ne tudnánk arra jegyet adni, hogy egy gyerek megfelelő módon önértékelte magát, vagy értékelte a társát, vagy vett részt a csoportos értékelésben, vagy hogy beadta a beadandót megfelelő színvonalon. Mi is a beadandó? Hát valamilyen produktum, hogy ez egy megírt fogalmazás, egy mondjuk magyarosok számára egy elolvasott novellának vagy regénynek a kivonatolt változata, vagy valamiféle feladatlapra való válaszok sokasága, egy kérdőívre beadott feladat, vagy egy portfólió, bár ez pedagógus berkekben nem igazán pozitív visszhangot kiváltó terminológia. Egy kis előadás, egy felvétel, egy hangfelvétel, akár hogyha a képfelvétel problémát jelent. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek tulajdonképpen a teszt, a dolgozat és a feleltetés jegyadását tudják kiváltani. De ha valaki mégis ragaszkodik ahhoz, hogy szumatív módon értékelje mondjuk egy fejezet végén, természetesen lehetősége van rá. Én azt gondolom, hogy azok az eszközök, amelyek tanulástámogató rendszerként itt elhangzottak, mindegyike kínál olyan lehetőséget, például egy időzített feladat. Ez azt jelenti, hogy én kiadok egy feladatot mondjuk szerda 10 órára, akkor fog megnyílni a feladat, és beadási határidő szerda 10 óra 15 perc. És amennyiben erre a 15 percre megfelelő mennyiségű és megfelelő nehézségű feladatot állítottam össze, akkor biztos lehetek abban, hogy ezt a gyerekek a megfelelő módon ki fogják tölteni, és igazából, ha ez megfelelő mennyiségű feladat, akkor a közöttük levő információ áramlása sem nagyon van lehetőségű, vagy hát legalábbis nem jobban, mint amikor időnként órán próbálnak meg nem engedett eszközöket használni. Hogyha pedig valaki nem tud jelen lenni, és ennek lehet számtalan oka, hát bizony a normál témazáró dolgozatnál is előfordulhat az, hogy valaki nincs ott, akkor sajnos egy újabb feladatsort kell összeállítanunk, mint ahogy az iskolai normál létformájában is. Ezekhez az értékelési módszerekhez, értékelési megoldásokhoz számtalan eszköz áll rendelkezésünkre, ott azon a jobb oldali ábrán erre próbáltam utalni. Ne habozzunk kipróbálni újat és újat, és nyilvánvalóan itt is, aki úgymond kezdő digitális értékelő kolléga, az talán kevesebb eszközzel fog kezdeni, de aztán szépen folyamatosan lehet bővíteni az eszköztárunkat, és mindig a megfelelő feladathoz, a megfelelő célhoz találni egy olyan értékelési rendszert, amely segítségével objektíven és megfelelő módon tudunk visszajelezni a tanulók számára. És akkor az értékelés, hogy ennyit szerettem volna mondani, és hogyha szabad Attila kérni téged, hogy az utolsó diát köszönöm szépen tett közzé. Egy-két záró gondolatot szeretnék megosztani a hallgatósággal, aminek tulajdonképpen a kulcs gondolata az annyi lenne, hogy együtt könnyebb. Tehát működjünk együtt mi kollégák az iskolán belül, lehetőség szerint működjünk együtt kollégák az iskolán kívül, azaz különböző intézményekből, próbáljuk meg segíteni egymást. Fontos, hogy csapatban gondolkodjunk, mert egy csapat vagyunk, egy célrendszer, egy cél érdekében tevékenykedünk, ugye, és erről már volt szó, a cél az, hogy a tanulás sértetlenül maradjon. Ehhez szükség van a tanár, tanuló és a szülői
hármas egységnek az együttműködésére, és ezért mindent meg kell tenni, oda-vissza kommunikáció keresztbe kasul, azért, hogy a megfelelő üzenetek mindenhova eljussanak. Nagyon fontosnak tartjuk, és az intézményünkben is így van, hogy visszajelzést kérjünk a tanulóktól és a szülőktől. Nálunk már kiment egy kérdőív az első hét után a tanulókhoz, azzal a kérdéssel, hogy írják le. Volt egy-két konkrét kérdés, amin csak x-elni kellett, és volt egy olyan kérdés szöveges választ igényelve, hogy mik voltak a problémáik. Szeretnénk mi még jobban támogatni őket, és megoldást találni a problémájukra. Azt gondolom, hogy most folyik ennek a kérdőívnek a kiértékelése, hogy ebből levonjuk a megfelelő következtetéseket, és persze magunkra nézve is, mert elképzelhető, sőt, hát én már belepillogtam, tehát nagyon sok esetben írják a gyerekek azt, hogy sok az anyag. És bizony a kollégáknak majd el kell mondani, hogy egy picit vegyünk vissza, hagyjuk a gyerekeket élni, hagyjuk a gyerekeket saját szabadidejükben tevékenykedni. Ne feledkezzünk meg arról, erről volt már részben szó, de azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy sok esetben nagyon nehéz megszervezni az otthoni tanulást, és ennek nem csak az a magyarázata, hogy mennyi eszköz van, vagy milyen sávszélesség van az interneten. Szülők otthon dolgoznak, beszéltünk már róla, több gyerek van a családban, nyilvánvalóan mindenki szeretne eszközhöz és internethez jutni, tehát ezek plusz feladatokat és plusz nehézségeket jelentenek a család számára. Az idő és eszközmenedzsmentről már szintén beszéltünk, itt nem időznék, de annyit azért újra elmondanék, hogy a gyerekeknek nehéz ez a feladat, nehéz a saját idejüket beosztani, pedagógus szemmel is türelemmel kell közelíteni irányukba. És végül zárva a gondolataimat, annyit szeretnék hozzátenni, hogy álljunk szóba egymással, ha kérdésünk van, ne szégyeljünk kérdezni, ha kritikát fogalmazunk meg, azt ne vegyük sértésnek, hiszen elképzelhető, hogy a jó szándék vezérel bennünket, de egy picit túllövünk a célon, túl sok feladatot adunk a gyereknek, vagy nem megfelelő a kommunikációnk a gyerekekkel, vagy akár a kollégákkal is. És én azt gondolom, hogy itt különösen fontos az, hogy hatékonyak legyünk, tehát akár egymás irányába történő kommunikáció esetében is rövid kérdésre, rövid válasz. Nem feltétlen van ideje most ebben a feszített életritmusban arra a kollégáknak, hogy feltétlen meghallgassák az élettörténetét a másik kollégának. Van olyan adott eset, amikor erre szükség van, de van, amikor csak egy rövid kérdés, egy rövid választ várunk. Segítsünk egymásnak, álljunk készen arra, hogy segítséget nyújtunk, ki mibe tapasztalt, ossza meg az ismereteit, és támogassa a kollégákat, támogassa a gyerekeket, támogassa az eredményes tanulást. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok sikert, és nagyon bízom abban, hogy ez a sűrű, fekete felhő, ami ott már időnként kékül, azért elő vagy utóbb lehetőséget teremt a napnak, hogy kikandikáljon mögüle, és visszatérjünk az iskola épületébe, és egy kicsit felvértezve azokkal az eszközökkel, amiket most itt a digitalizáció terén kénytelen, kelletlen használunk, azokat hatékonyan tudjuk bevetni a régi környezetben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Zsolt szavaihoz kapcsolódnék én is. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban nagy figyelem irányul a pedagógusokra is, és a gyerekek is, és a szülők is bíznak bennünk, és azt gondolom, hogy jól teszik. Álljunk helyt, fogjunk össze, és legyünk egy kicsit türelmesek, egymásnak is segítsünk azért, hogy győztesen jöjjünk ki néhány hét vagy hónap múlva ebből az időszakból, és a győzelem itt azt jelenti, hogy a gyerekek fejlődése töretlen maradjon. Ehhez kívánunk mindenkinek nagyon sok energiát, és sok pihenést is a sok munka mellett. Köszönjük szépen a figyelmet!